Jó minőségű lisztből lehet igazán ízletes péksüteményt, kenyeret és egyebet előállítani. Idén jó volt a gabonatermés, mind mennyiségben, mind minőségben elégedettek voltak vele az ágazat szereplői. A magyarországi igények kielégítésére 1,2 milliárd tonna liszt szükséges, ami rendelkezésre áll. De a gazdák, kihasználva, hogy uniós és kormányzati támogatásokból modern magtárakat tudtak építeni, kivárnak és nem értékesítik belföldön a betakarított gabonát. A Pékszövetség alelnöke azt mondta 35 perc című műsorunkban, hogy ezért is emelkedett a tavalyi 80 forint körüli kilónkénti árról 120 forintra a liszt felvásárlási ára. Az adatás után, ha emlékszünk, 80 és 85 forint között volt a gabonának az ára, amit ugye a termelők, a gazdák a mai pillanat ...nak a figyelme vételében 100-102 forint, forint körül adják el a malmoknak. Tehát eleve az következett be, hogy a gazdák nem voltak eladási kényszerben, voltak és vannak is tároló kapacitásaik, és emiatt kivárnak, és ugye az eladási ár most pedig a világpiaci árhoz igazodik, tehát igazából azt gondolom, hogy nem is a malmok a hibások, hogy emelkedett a lisztára, hanem a gazdáknak az eladási kényszerének a hiánya okozza ezt a magas gabona és a lisztár emelkedést is. A Pékszövetség alelnöke úgy tudja, a gazdák egy része inkább exportálja a gabonát. Van, aki Egyiptomban adja el a termését. Az alapanyag drágulása mellett nőtt a bérköltség is a minimálbér és a garantált bérminimum emelkedése miatt, de az energiaárak is magasabbak, mint korábban. Januárban újabb liszt áremelés várható, amely végén elérheti a 140 forintos kilónkénti árat. Aki ezt nem tudja, ezeket a költségnövekedéseket tovább érvényesíti, az átadási árakban hangsúlyozom mindig, hogy a fogyasztó ár, vagy az a kereskedőnek a üzletpolitikájától függ, mi pékek azt tudjuk, hogy az átadási ár hogyan növekszik. A Gazdaságkutató Intézettel végeztünk a Pékszövetség 2019-ben is egy elemzést a négy alapvető termékre, a félbarna kenyér, fehér kenyér, kifli és zsömére. És ezeket az adatokat most megkértük a napokba, hogy aktualizálják, és ennek megfelelően kihoztak egy számítást, amely kijön a fehér kenyérnek az önköltséget, beleszámítva a segédanyagokat, alapanyagokat, bérköltséget, 245 forintra jön ki. Tehát is azt mondjuk, hogy ha ezzel csak az áfát rátesszük, meg a kereskedő hasznát, akkor ott vagyunk az a 400 forint közüli jelen pillanati átadási árnál vagyunk. Nem az a probléma, a malmok elővezése szerint januárban, illetve márciusban újabb lisztár emelkedés várható, és azt hiszem ez lesz a legnehezebb ezeket kigazdálkodni, ugye nyilván átadási áremelkedés el fog járni a sütőpé termékeknek az előállítása. Lakatos Tibor úgy látja, az áremelkedés után 400 forint feletti lehet a kilós kenyér átvételi ára. Ha erre a kereskedők még ráteszik saját árrésüket, akkor megközelítheti az 500 forintos árat a kilós kenyér ára. Az áremelkedés hatással lehet a fogyasztói szokásokra is. Elképzelhető, hogy a vásárlók mennyiségben kevesebbet, de minőségi terméket választanak a boltokban a hagyományos kilós kenyér helyett.